Köszöntöm Önöket! Mit árul el rólunk az önbizalmunk, és hogyan kezeljük azt? S vajon mit szólt a fehérvári utazóközönség az elektromos busz tesztüzembeállításához? Ezekkel foglalkozunk az Együtt magazinban. Tartsanak velünk! Létezik egy emberi jellemzőnk, amitől akár szoronghatunk, depressziósak lehetünk. Mi van akkor, hogyha kevés van belőle, vagy éppen túl sok? Csiki Anna kineziológussal, párkapcsolati coachsal az önbizalomról beszélgettem a Fehérvár Televízió stúdiójában. Sokszor szoktuk mondani, hogy az önbizalom talán a siker és a boldogságnak az alapja, de pontosan mit is jelent ez? Csiki Anna kineziológus, családállító, párkapcsolati kócs a vendégünk itt az Együtt magazinban. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehetek. Anna, talán vesézzük ki, hogy pontosan mit is jelent maga az önbizalom, és mit árul el rólunk, hogy milyen mértékben vagyunk magunkban biztosak. Hát lehet, hogy egy érdekes módon fogom én ezt a kérdést megközelíteni. Azt gondolom, hogy a felnőtt lét az azt jelenti, hogy megérkezünk a saját életkorunkba, visszanézünk a múltunkba, amivel már rendben vagyunk, és ki tudjuk tűzni a céljainkat. Látjuk azt az utat, ami fele megyünk. Ehhez ugye nagyfokú önbizalomra van szükségünk, mert a magyar nyelv nagyon szépen ki is fejezi ezt az önbizalom szót, hogy mit is jelent, hogy bízok magamban, bennem van az a bizalom, az a hit, amivel tudom, hogy az utamon bármit hoz az élet, én meg tudok állni, bele tudok állni, meg tudom oldani a feladataimat. De akkor ebből a kis útból kezdjük akkor így a visszanézéssel, hogy mit is jelent ez az önbizalom. Mert ugye gyermekkorban olyan sok hatás ér bennünket. Én ezzel is foglalkozom, hogy jön egy felnőtt ember, akit még mindig fogva tartanak azok a megállapítások, amiket kapott gyerekkorába. Egyszer volt egy fiatal nő, 38 éves, és nagyon nehezen bukdácsolt az életébe. És azt mondta, hogy hát régen mindig azt mondták neki gyerekkorában, hogy olyan kis béna, olyan kis esetlen, olyan kis ügyetlen. És ezt ő elhitte. Mondom, de hány év telt el azóta? Hát 30 eltelt. Mit csináltál az elmúlt 30? Már bejegyezte magát. Így van. Tehát, hogy mit csináltál az elmúlt 30 évben? És elkezdjük összeszedni azokat a dolgokat. Egyébként diplomáztam, jogosítványom van, autóm van, mik a sikereim, mégiscsak ügyes voltam valahol. És ő elfelejtette felülírni ezeket a megállapításokat, amiket gyerekkorában kapott. De ez nagyon nehéz például a gyerekléleknek, hogy csúfolják, kiközösítik, ügyetlenebb, mint más, összehasonlítgatják a társaival. És ez igen, ahogy mondod, hogy egy ilyen megbélyegzés, és nagyon nehéz ebből kiszabadulni. És ez fogva tud tartani. De amikor megérkezik a jelenbe, megérkezik a saját életkorába, visszanéz, akkor ezekkel a kis összegyűjtött ügyességekkel, megoldásokkal, van ilyen kis láthatatlan tarisznyánk, belepakoljuk, és itt kezdődik az az önbizalom, hogy ki is vagyok én. Ez egy önismeretet feltételez. Tehát ez kell egy jó, stabil önismeret, ahova meg kell egyszer érkezni. És utána jön az önbizalom. Itt van egy önbecsülés a megérkezésnél. Aha, igen, hogy becsülöm azt, aki vagyok. Igen. És tudom, hogy ki vagyok, ismerem magam. És ebből megyek majd tovább, és innen jönnek a célok. Na, ehhez kell az önbizalom. És talán így kapcsolódik össze az elfogadás és az önbizalom. Így ahogy van. Elmondtad. Így hogy van. Fontos, hogy kicsit levetkőzzük már legalább a felnőtt korunkra azt a sok-sok megbélyegzett dolgot, amit kaptunk, vagy magunkkal cipelünk ebbe a tarisznyába, és hogy aztán egy kicsit elfogadjunk. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és erről az jutott eszembe, hogy egyik nap az interneten szembe jött velem egy önbizalomteszt. Igen. Egy önbizalomteszt, ami a párkapcsolat, a családról szólt, illetve talán még szó volt, a gyermeknevelésről is szó volt benne. Ki kellett tölteni 1-től 10-ig, hogy te mennyire vagy biztos az adott témában, gyereknevelés, párkapcsolat, stb. 1-től 10-ig tulajdonképpen neked meg kell határozni, hogy mennyire vagy magabiztos, milyen önbizalmad van. És létezik akkor az, hogy tulajdonképpen valamiben nagyon nagy önbizalmunk van, valamiben meg kevésbé? Mert hogy ez a tesztből talán így jött le. Nekem. Igen, ugye sokféle szem lát bennünket. Hogyha valaki instabil, nem ebben az önismeretben instabil, akkor ugye ki lát bennünket? Lát egyszer a párom, a szerelmem, neki biztos gyönyörű vagyok, és csodálatos vagyok. Lát a gyerekem, aki engem felmagasztal és tisztel. Lát a főnököm, lát a szomszédom, a barátaim, az anyósom, apósom. Tehát ez van sokféle szem, amin keresztül megítélhetjük magunkat. Igen. És hogyha
a párom szemüvegén keresztül nézem magam, hát akkor csodálatos vagyok, és elfogadom magam. Hát amikor a főnököm szemszögéből nézem, vagy a szemüvegén keresztül nézem, akkor lehet, hogy kevésbé. Tehát ez befolyásolja azt, hogy bizonyos életterületeken hol jól vagyok, hol nem. Ezt nagyon nehéz kiküszöbölni, hogy ezt ne lássuk, de én szoktam mondani, hogy ki kell menni, vagy ki kell szállni néha a másiknak a fejéből. Nagyon sokan szoronganak az miatt, hogy jaj, mit gondolnak rólam. Mm-hmm. Soha nem tudod meg. Ez egy lehetetlen küldetés. Fogalmat sincs, hogy a másiknak mik a gondolatai, ezért érdemes ezt elengedni, és csak arra figyelni, hogy én mit gondolok magamról, és hogyha ebben elég stabilak vagyunk, akkor hát egy kicsit, nem azt mondom, hogy mindegy, de egy kicsit ki lehet kerülni ezeket a hatásokat, ha valaki éppen akár irítségből, akár rossz indulatból gondol rólunk valamit. Így tudunk mondjuk többek között dolgozni azon, hogy több önbizalmunk legyen, vagy milyen praktika van még erre? Hát ez a gyűjtögetés az egyik, hogy mindig be kell könyvelni azokat az eseményeket, amiben úgy tudod megítélni magad, hogy ügyes voltál, elégedett vagy saját magaddal. Ez az egyik módja. A másik az, hogy ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye itt körülvesz bennünket ez a Facebook világ, kinek szebb a karácsonyfája, ahol nyaralt, és hogy kinek csodálatosabb mondjuk a családja, vagy bármilyen, akkor jön egy ilyen rémület, hogy akkor hozzá képest ugye én el vagyok maradva. Tehát ezt is érdemes a helyén kezelni. Hogy ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, ez olyan, hogy nincs kihez, mert kihez hasonlítanád magad. Ha lenne egy 100%-os éned, akkor ott jogos, hogy hát igen, hozzá képest azért itt ott el vagy maradva, de teljesen idegen emberekhez nem lehet. Ez nagyon sokszor elviszi az embernek a fókuszát saját magáról. És ne tévesszen meg bennünket az sem, hogy az önbizalom az nem feltétlen a nagy mellény. Ugye, aki gőgösen, nagy mellényen, nagy szájjal megy. A gyerekeimnek is mindig azt szoktam mondani, hogy na, ott valami lehet a háttérben, minél nagyobb az arca, nem az önbizalom. Tehát, hogy ne próbáljunk meg felvenni semmilyen ilyen attitűdöt vagy viselkedés formát. Így van. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy amikor lerombolják az önbizalmunkat. Tehát, hogy adott esetben megvan az az önbizalom, ami kell, hogy meglegyen, de le tudják rombolni. Azt gondolom, hogy ez is sok helyen előfordulhat, munkahely, párkapcsolatban, vagy a családban, éppen szülő, a gyerek önbizalmát, vagy éppen fordítva, nem vagyok jó anya, nem vagyok jó apa. Hú, ez nagyon-nagyon érdekes, egyébként ráz a hideg, mert hogy én is voltam már így, hogy adott személy lerombolja az önbizalmamat. Na, olyankor mi a teendő? Hát én magam is voltam ilyen helyzetben. Egy válás során, hogy nagyon nehéz volt azt gondolni magamról, hogy én elég jó vagyok, hiszen egy óriási csalódásért. Ez egy gyűjtögető munka szintén. Egy kicsit befogadónak kell lennünk, mert ilyenkor a környezet azért megmozdul egy kicsit. Mondják azt, hogy nekem például a szomszédbácsi mondta akkor, hogy Annácska maga egy olyan nagyszerű nő. Hát én mindent gondoltam magamról, csak azt nem, hogy egy nagyszerű nő vagyok, de elkezdtem kinyitni a lelki kezeimet, hogy ezt elkezdjem befogadni. Tényleg? Lehet, hogy én egy nagyszerű nő vagyok? És nekem ehhez az volt a kis praktikám, volt egy nagyon szép kis díszdobozom, és egy cetlire felírtam, hogy el ne felejtsem, hogy mit mondott a szomszédbácsi, betettem a kis dobozomba, hogy én egy nagyszerű nő vagyok. Aztán azt mondta édesapám, hogy ne aggódj kislányom, te jéghátán is megélsz, hát erős vagy. Felírtam, erős vagyok, betettem a kis dobozomba. Aztán elkezdtem gondolkodni magamon, hogy tényleg mik az én jó tulajdonságaim, mik lehetnek az én erősségeim, azok, amikkel én majd tovább szeretnék menni az utamon. Ezeket ilyen kis cetlikre felírtam, betettem a dobozba, és amikor ilyen nagyon-nagyon elkeseredett voltam, akkor visszaolvasgattam, és elkezdtem magam hát újra építeni, építőkövenként. Elfogadtam a jó kritikát, és akkor egy picit kizártam azokat a negatív véleményeket, gondolatokat, amik akkor úgy ostromoltak, hogy egy picit távol tartsam magamtól. Kicsit túltoltam ezt a pozitív gondolkodást és ezt az önmegerősítést, de úgy éreztem akkor, hogy nincs más választásom, ezt meg kell tennem. Azt hiszem, hogy ha az önbizalomról beszélgetünk, akkor elengedhetetlen, hogy az irítség is egy kicsit szóba kerüljön, mert hogy nagyon sokan azt gondolom, hogy nem tudnak különbséget tenni önbizalom és adott esetben beképzeltség fogalma között, pedig nagyon nagy a különbség. És hogyha már egy kicsit valakinek nagyobb önbizalma van, sokszor a másik irigy rá, hogy ő mire föl, miért is ilyen boldog, miért van mindig mosoly az arcán, pedig hát ezt a mosolyt és örömöt akár ő is átvehetni.
Én azt gondolom, hogy ez az áll önbizalom, ez a nagy képűségnek neveztük most itt, ez azért nagyon instabil. Tehát az ilyen embereket azért nagyon könnyű kibillenteni ebből az állapotából. Akinek kellő önbizalma van, önbecsülésen alapuló, a múltból a megtapasztalásokat összeszedő önbizalma, az egy stabilitás. Ezt mások azért megérzik, hogy van egy olyan kisugárzásod, amiben érezhető ez a stabilitás. Ez egy egész más érzést ad más embereknek. Én azt gondolom, hogy az irítség, vagy ezek a rossz indulatú megjegyzések sokkal inkább szólnak erre a külső önbizalom, ez a látszat önbizalomnak. Amikor stabilitás van, akkor ez nem feltétlen ezekben a jegyekben nyilvánul meg. Akkor az ember tud szerényebb lenni, elfogadóbb lenni, meghallgató lenni, egész más lelkiállapot van, és egész mást dekódolnak ugye azok, akik hallgatnak, egy önbizalommal teli embert. Szokták mondani, hogy van az a diák, aki jó vagy rossz. Hát ugye azért ez nagyon tág, de amikor így megbélyegzik például a gyerekeket, mert ha már a gyerekekről is beszélgettünk, hogy ő jó diák vagy rossz diák, és akkor egy kicsit, mintha előkerülne a család, amiről egyébként majd egy másik adás során fogunk majd beszélgetni. De kicsit azért boncolgassuk ezt is, hogy amikor megbélyegzik a gyereket az iskolában, adott esetben a diákok, diáktársak, vagy épp a pedagógusok, és ő így megy haza, akkor a szülő azért tud neki segíteni, hogyha a gyermek elmondja otthon a sérelmeit, amikor egy kicsit az ő önbizalmába belerondítanak az iskolában, vagy az óvodában, nem tudom, akár lehet, hogy már még kisebb korban is lehet ilyen. Igen, mindenképpen tud a szülő segíteni, de ahhoz az kell, hogy a gyerek megnyíljon. Én szoktam olyan gyakorlatokat csinálni gyerekekkel, azt vettem észre, hogy nagyon nehezen fogalmazzák meg az érzelmeiket, az ezzel kapcsolatos érzelmeiket. Egyébként felnőttek is hozzáteszem, tehát ezt mindig gyakorolni kell. Uh-huh. Hogy ott ért egy sérelem, ő hogy érzi magát ettől, mit érez, mik voltak a gondolatai ezzel kapcsolatban. Hogyha segítünk a gyerekeknek, hogy ezeket meg tudják jól fogalmazni, akkor elmeri mondani. Mert ha csak megéli, és nem tud rá szavakat, nem tud rá érzelmi kifejezéseket, nem fog tudni róla beszélni. Nyilván az már egy könnyebbség, hogyha megszólal és elmondja, akkor kiadja magából. És érdemes erről beszélgetni, tehát az a fajta hozzáállás, hogy ó, hát a másik hülyeséget mondott, meg ne törődj vele, meg engedd el a fülemet, ez nem működik a gyerekeknél, hanem valós dolgokat kell feltárni azzal kapcsolatosan, amit a szülő lát, hogy de hol vagy te jó? Lehet, hogy nem lett jó a matek leckéd, de látod, milyen szép fát tudtál rajzolni. És azokat kell, hogy a gyerek befogadja azokat az apró információkat, amiket ő magáról is elhisz. Mert ha nem, akkor csak egy ilyen farhány borsónak tűnik, akár még a biztatás is. Tehát időt kell erre szánni a gyerekekkel. Éppen a biztatásra akartam kitérni, hogy magyarul akkor a biztatás ugye mindenképpen előre vihet minket az önbizalom terén, illetve biztosan az is egy kicsit előre vihet minket, hogy amikor mondjuk lerombolják ezt az önbizalmat, akkor mi újra és újra töltekezünk, táplálkozunk, erőt veszünk, és maga a kemény idő is megerősítheti az önbizalmunkat akár. Persze, mindenképpen, és érdemes mondjuk úgy összeszedni ezeket a történeteket saját magunkkal kapcsolatban is, hogy mikor, hol, hogy másztunk ki mondjuk egy nehéz helyzetből, mert ez növeli az önbizalmat. Szerintem egyébként nincs nehézség nélkül önbizalomépítés. Tehát otthon a négy fal között nagyon nehéz megtapasztalni dolgokat. Én mondhatok bármit, hogy milyen ügyes vagy, de ezt meg kell tapasztalni, ahhoz el kell menni, ahhoz le kell egyszer ülni, meg kell ütni a bokánkat, tehát hogy végig kell másznunk ezeket a nehézségeket, ahhoz, hogy utána tényleg azt merjen mondani, hogy na hát azért ott és akkor megoldottam, milyen ügyes vagyok. Nehézség nélkül, kihívások nélkül, akadályok nélkül nagyon nehezen tapasztalja meg az ember saját magáról azt, hogy egyébként meg milyen ügyes vagy, milyen bátor, milyen tetrekész. Mi a helyzet a párkapcsolatokban, hogyha mondjuk mindkét fél nagyon-nagyon bizalommal rendelkezik? Ez mit tud szülni? Vagy éppen, hogyha abszolút nincs önbizalma az egyiknek, másikuknak pedig nagyon nagy. Azért ez ilyen konfliktusokat tud szülni. Általában a párválasztásoknál azért ez az önbecsülés szokott inkább, tehát nekem inkább az domborodik ki, hogy egy alacsony önbecsülésű ember nagyon ritkán kapcsolódik egy magas önbecsülésű emberhez. Ezért arra szoktam biztatni azokat a klienseimet, akik éppen egy ilyen önbizalomhiánnyal vagy önbecsülés hiánnyal küzdenek, hogy most ne fókuszáljon arra, hogy párt keres, mert ő nyilván így ilyen párt szeretne találni, hanem építse fel magát odáig, hogy találkozzanak.
mert nem fog, a magas önbecsülésű ember nagyon ritkán kapcsolódik egy alacsony önbecsülésű emberhez. Nyilván az élet adhat dolgokat, de hát mit mond a Biblia is, hogy ha ketten együtt vannak, az egyik elesik, akkor a másik felemeli. Ez nagyon jó egy hosszabb életút során, de például a párválasztásnál nem nagyon lehet így kapcsolódni. Ezért fontosabb szerintem az, hogy az önbizalmat, az önbecsülést, az önképet, az önismeretet építse valaki, aki éppen párt keres. Ez sosem késő elkezdeni? Soha. Ezt az építkezést? Ez soha nem késő elkezdeni. Mindig akkor érkezünk meg a saját életünkbe, amikor valóban tudjuk azt, hogy kik vagyunk, amikor úgy tudunk már előre nézni. Hát ez is egy jó téma egyébként, mert azt gondolom, hogy a felnőtt lét az nem a 18 éves kor betöltését Pontosan. Jelenti. Vannak bőven 40-50 fölött is gyereküzemmódban működő felnőttek, akik még mindig gyerek üzemmódban állnak hozzá bizonyos dolgokhoz. Ott nagyon kevésszer van egészséges önbizalom és önbecsülés. Hogyha a munkahelyen tapasztaljuk azt, főként, ahol mondjuk sokan dolgozunk egy helyen, egy légtérben, hogy a másiknak nagyobb önbizalma van, nekem nincs ekkora önbizalmam, akkor azért én is tudok tényleg tenni, hogy nekem is egy kicsit több legyen, és ugye mondtad az elején ezt a kalapos sztorit, amikor kihúzogattad a mélypontok időszakában ezeket a pozitív szavakat ebből a bizonyos láthatatlan kalapból, akkor azért tényleg mi is nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy ne irigykedjünk a másikra, hanem igenis inkább magunkon dolgozzunk ahelyett, hogy a másikat bántsuk vagy elítéljük. Hát az elítélés is tényleg annyira kapcsolódik ehhez, hogy önbizalom, elítélés, irigység, ezek egy ilyen nagy halmazban vannak egyben, pedig annyira különbözőek. Igen, ez az egymáshoz való méregetés, hogy most mit méregetünk, mit méregetjük magunkat a másikhoz. Ugye én HR területen is dolgoztam, és nagyon sokszor biztattam a kollégákat arra, hogy te azt erősítsd, amiben te jó vagy. Nem kell neked mindent tudnod, amit a másik kollega már 15 éve rutinosan csinál. Neked nem ott kell tartani, ez ne vesse vissza az önbizalmadat, hanem nézd meg, hogy mit tudsz tenni. Lehet, hogy egy csapatban te vagy a motivátor, te vagy a biztató, a többit majd megtanulod, hiszen a tudás azért ad egy stabilitást, de ha mindenki a saját erősségeire épít, például egy csapaton belül, egy munkahelyi közösségben, akkor nem kell nekem olyannak lennem, mint a másiknak, főleg, hogyha más a munkaterületem. És ez nagyon sokszor, igen, nagyon nehéz is, hogy egymást mérisgéljük, és egymáshoz méregetjük magunkat. El kell sajátítani a tudást, az erősségeinkkel kell élni, és akkor azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb tud lenni például egy munkahelyi légkör is. Ezt az erőt, motivációt és kitartást kívánom a nézőinknek, akik most hallgattak és néztek minket, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy tényleg önbizalommal együtt éljünk, és a mi önbizalmunk az megmutatkozzon. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Anna, és várunk vissza legközelebb. Én köszönöm a meghívást. Most pedig utazunk. Február 1-jével a Zöld Busz program keretében egy elektromos busz állt tesztüzembe itt Székesfehérváron, és az eddigi tapasztalatok alapján a jármű bizony megállja a helyét az utakon, és jó véleménnyel volt róla a fehérvári közönség is. Az áramtalanító gombbal áramot adok a gépjárműnek. Bocsát, elfordítom. És most repül fel a rendszer. Jelenlegi állapot szerint 69% töltöttségi szinten van. Egy olyan hangot hallunk most, ami fontos, hogy a személyautóknak érzékelhetővé váljon az, hogy itt egy elektromos jármű közlekedik. Az előírás ahhoz, hogy ne legyen túl hard. Jelen pillanatban üzemkészi jelvő, és akkor egy előre menet gomb megnyomása van a járműen. Székesfehérváron február 1-én indult a Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt. Egy hónapon keresztül egy elektromos Icarus City Pioneer típusú busz állt menetrend szerinti forgalomba. A 314 kW-os akkumulátorral felszerelt jármű 200-250 km megtételére képes a városi forgalomban. A tesztüzem során a lakosságnak élményt jelentett az utazás. Egyedi, ugye még azért ilyenben még nem ültünk, és hát a fehérvári újságban is írták már,
hogy lesz, és akkor várom a busz megállót, és akkor ott van két nappal ezelőtt ez a busz. Úgyhogy nagyon örülök neki, most ülök benne először. Hát csak így tovább, sokat kérünk ebből. Nekem nagyon tetszik. Csendes, nem büdös, nem füstöl, kényelmes, nagyon jó. Jó lenne, ha minden buszunk ilyen lenne. Nem csak az utasok, hanem az autóbusz vezetők is jó véleménnyel vannak az elektromos buszról. Bognár Máté például 8 alkalommal lehetett sofőrje a járműnek. Az autóbusz nagyon szimpatikus, jól vezethető gépjármű. A legnagyobb előnye ugye, hogy környezetbarát, illetőleg hát az első különbsége a dízelüzemű gépjárműhöz képest, ugye, hogy sokkal halkabb. Ezt az utasok megijeszték, nagyon tetszik nekik, szimpatikusnak találták a járművet. A korkövetelmények megfelelő belső tere van, stabil, jól vezethető, szimpatikus járművel beszélünk. Gyártóval nagyon jó a kapcsolatunk, tehát volt lehetőség arra, hogy napi szinten egyeztessünk velük. Mondok egy példát, ugye, hát itt a téli üzemben Székesfehérváron is mínusz 11-2-3 fok volt. Megoldották azt a lehetőséget, hogy segítsenek bennünket abban, hogy a buszvezető közvetlen környezetét kicsit jobban fűtsék. Ez a jármű alapvetően a gyár paraméterei szerint 200 és 250 kilométert tud teljesíteni, ugye egy töltéssel. A februári mínuszokban ez az érték egy picit, hogy mondjam, csökkentebb volt, hiszen ugye fűteni kellett az autóbuszt. Ez nem jelentős a csökkenés, ez egy 150 és 190 kilométeres átlagot jelentett, tehát egy töltéssel ennyit bírt az autóbusz. Jól bevált, tehát jól használható járműről beszélünk. A környezetbarát alacsony padlós buszról a tesztüzem alatt pozitív tapasztalatokkal gazdagodott a gyártó. Eddig azt gondolom, hogy nagyon elégedettek lehetünk az elmúlt bő három hétnek a tapasztalataival. A sofőrök és a lakosság visszajelzése alapján, ami legalábbis hozzánk, mint gyártó eljutott, egyértelműen pozitív volt a fogadtatása a járműnek. Mi pedig gyártóként arra lehetünk talán büszkék, hogy ebben a szélsőséges időjárással tarkított februárban is sikeresen tudja futni a jármű az előre vállalt teljesítményeket, illetve járatokat. Mínusz 15 fokunk is volt, plusz 15 fokunk is volt, úgyhogy tényleg egy széleskörű tapasztalatot tudunk gyűjteni a működési körülményekről. A dízelbuszoknak a hatótávolsága azért ma még egy sokkal garantáltabb hatótáv, de üzemelési biztonság szempontjából azt gondolom, ma már versenyképesek az elektromos buszok is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ebben a hideg időben a mi elektromos buszaink, vagy a mi elektromos buszunk is ebben a tesztben el tudott indulni, míg azért voltak olyan dízeljárművek, akiknek meggyűlt ezzel a bajuk, itt, ha jól tudom, még Székesfehérváron is. Káros anyagkibocsátás tekintetében ezek abszolút zéró emissziós járművek, tehát ugye nulla káros anyagkibocsátásuk van. Többek között köszönhetően az elektromos fűtésnek is, amivel ugye ez a jármű is szerelve van. Nyilván ez az elektromos fűtés az, amit megfelelően kell optimalizálni ahhoz, hogy a hatótávolság is garantálható legyen. Ennek a tesztnek a tapasztalatai alapján ezen is tovább dolgozunk, hogy még több kilométert tudjunk fixen kicsikarni a járműből. Székesfehérvár által kipróbált járműben 29 ülés van és 54 állóhelyet tudunk még biztosítani. A sorozatban gyártott járművekben 30 ülés kap helyet, ezek kettő lehajtható, tehát nyilván, hogyha babakocsival vagy kerekesszékkel felszállnak, akkor az ugye 28-ra csökken. Gyakorlatilag 12 méter hosszú, teljes mértékben alacsony padlós jármű, tehát az európai komfortnak azt gondolom teljes mértékben megfelel. Az ajtók is elektromos működtetésűek, tehát ezek is már a komfortot, a kényelmet, az alacsonyabb zajszintet hivatottak segíteni. Ugye talán a legnagyobb különbség az egyszeri felhasználó számára, hogy mennyivel csendesebb, illetve mennyivel dinamikusabb a mozgása egy ilyen járműnek a városban. Folyamatosan gyártjuk ezeket a járműveket, és készen állunk arra, hogy itt az év folyamán átadjunk akár Székesfehérvár számára is buszokat. Nyilván ehhez a megfelelő közbeszerzési eljárásoknak le kell folytatódnia, és meg kell méretetni magunkat ebben a versenyben, de mi magabiztosak vagyunk, hogy ezt fogjuk tudni teljesíteni.
Jelenleg 60 darab busznak a sorozatgyártása már zajlik, az anyagokat ezekhez megrendeltük, és az idejében akár 100 darabos is lehet, hogyha a megrendelési igények ezt támasztják a legyártás tekintetében. A Volán busz Székesfehérváron évente összesen mintegy 410 ezer járatot indít 44 vonalon a helyi közlekedésben, amely összesen csaknem 20 millió utazást jelent. Az 57 darabos helyi járműállomány az elmúlt év során jelentősen megfiatalodott. 2020 őszén 23 új Mercedes-Benz csuklós autóbuszát forgalomba a városban. A tisztán elektromos hajtású jármű az egy hónapos tesztidőszak alatt 27 autóbusz vonalon Székesfehérvár valamennyi település részét érintette. A járműállomány fiatalítása mellett kiemelt cél annak zöldítése is. Az alternatív meghajtású járművek beszerzésének előkészítése során tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosított a zöld busz mintaprojekt, amelynek köszönhetően Székesfehérvár önkormányzata azt is el tudta dönteni, szeretne ilyen járműveket vásárolni. Nagyon jó ez a program, amit az ITM indított, ez a zöld busz program, hiszen lehetőséget ad arra, hogy akár a leendő üzemeltetők, akár a megrendelők, akár pedig, és talán ez a legfontosabb, az utasok kipróbálhassanak egy elektromos autóbuszt élesben, rendes menetrendi keretek és körülmények között forgalmi helyzetben. Székesfehérváron ez az autóbusz most megy február hónapban, február 1-től indult el, és egész hónapban végig közlekedik. Rendes menetrendje van, menetrendet meghirdettük, egyébként ingyenesen lehet használni ezt az autóbuszt. Ez egyébként Fehérvár számára külön büszkeség, hiszen egy Ikaruszban gyártott elektromos buszt jelent, ez egy szóló autóbusz, amire ráadásul ingyen wifi-t is biztosítottunk, úgyhogy ez a fiatalok, a diákok számára is külön örömet jelentett, és hát a visszajelzések azok visszaigazolták azt, hogy miért lenne fontos ebbe az irányba menni. Mindenki jelzi, hogy nagyon szép az autóbusz, túl azon, hogy nyilván vadonatúj buszról van szó, abszolút tiszta, nagyon-nagyon-nagyon csendes, azt is mondhatnánk, hogy szinte zajtalan, nyilván akadálymentesített autóbusz, és mindenki azzal az érzéssel használja ezt a gépjárművet, hogy környezetet kímélünk vele, hogy egyébként itt készült Székesfehérváron, és hogy valami újnak lehetünk a részesei. Ami miatt meg nekünk önkormányzatként nagyon-nagyon fontos, hogy kipróbálhatjuk ezt az autóbuszt, mert a Volán buszon keresztül, aki Székesfehérváron a szolgáltatónk egyébként a közösségi közlekedésbe, szeretnénk részt venni azon a minisztériumi pályázaton, aminek keretében elektromos autóbuszokat lehet beszerezni. 12 darab elektromos buszt szánnánk ezen pályázat keretében ide Székesfehérvárra, és nyilván majd közbeszerzési eljárás keretében fog eldőlni, hogy ezek mely autóbuszok lesznek, de mégiscsak most élesbe egyet kipróbálhattunk, ráadásul volt ebben az időszakban nagyon hideg, mínusz 10 körüli hőmérséklet, volt hó, volt eső, volt szép idő, tehát viszonylag különböző időjárási keretek, körülmények között is kipróbálhattuk, hogy mit tudnak ezek a gépjárművek. A polgármester azt reméli, hogy 2022-ben a 12 elektromos autóbusz forgalomba is állhat. A tavalyi beszerzésekkel együtt így az autóbuszok jóval több mint a felét lecseréli Székesfehérvár másfél-két év alatt. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin, de tartsanak velünk legközelebb is. Várjuk Önöket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!